Fontos szerepet vállal a vakok és gyengéllátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. Szemléletformáló órákat tartanak a középiskolákban. A szociális érzékenyítés már egészen fiatal kortól hasznos lenne. A vakok és gyengéllátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete egész évben aktív. Számtalan programot szerveznek és sok helyen segítenek. Tavasszal most ők várják az önkénteseket. Április 7-én egész napos felolvasó napot tart az egyesület annak érdekében, hogy elkészülhessen a tavaszi hangos könyvük. A felolvasók fogadásának már hosszú évekre visszanyúlik a hagyománya. 2009-től évente kétszer várják az önkénteseket a hangstúdióba. Ez alkalommal azt kérik tőlük, vigyenek magukkal állatos történeteket, verseket és mondókákat. Maximum 10 perc időtartamban olvassák fel azokat, hogy egy újabb kiadvánnyal bővüljön a hangos könyvállomány. Vendég a stúdióban a témával kapcsolatban Nemes Nagy Tünde, a Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke. Jó napot kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Hogyha jól tudom, akkor hát igazából nem is feltétlenül érzékenyítésnek, hanem szemléletformálásnak lehetne ezt már hívni, amit évek óta gyakorolnak, ugye? Igen, kezdetben, amikor elkezdtük az iskolai szemléletformáló programokat, akkor még érzékenyítőnek hívták, de mostanában már nekünk ezt szemléletformálásként tanítják. Mik a tapasztalatok akkor, amikor ellátogatnak egy általános iskolába vagy egy középiskolába? Egyáltalán hogyan kezelik önöket, hogyan kezelik a vakokat és a gyengénlátókat a nebulók? Azért járunk általános és középiskolákba szemléletformáló órákat tartani, mert az integrált oktatásban megjelennek a látássérültek is, úgy a középiskolában, köznevelésben, mint a felsőoktatásban. És nekünk az a feladatunk, hogy elmondjuk, hogy hogyan kell segíteni. Azon túl, hogy a társuk hogyan tud segíteni egy látássérült tanulónak, és hogy a pedagógus is felkészült legyen, és tudja, hogy milyen eszközigénye lehet egy látássérült tanulónak. Sikerül itt falakat leomlasztani? Igen, sikerül. Egyre befogadóbbak a látássérültek irányába az általános középiskolák, illetve a felsőoktatási intézmények. Van speciális középiskola, amelyik, ahol látássérülteket tanítanak, de igaz, hogy a Debrecenben van. De Nyíregyházán nagyon fontos, hogy az integrációban jelenjenek meg a látássérültek. Milyen eszközök állnak rendelkezésre ahhoz, hogy, vagy milyen eszközöket használnak ahhoz, hogy kicsikét közelebb kerüljenek a fiatalokhoz? Haladunk a modern technikai vívmányokkal, hiszen a beszélő számítógép, az okostelefonok, az iPad, illetve az egyéb eszközök, amik a szkenner, ami nagy mértékben megkönnyíti a tanulásunkat, ami látássérült tanulásunkat, illetve van könyvolvasó készülékünk, akkor Braille jegyzetelő, hiszen mindenkire oda kell figyelni. Tehát azt mondjuk, hogy látássérült, oda beletartozik a teljesen vak, aki halló és tapintó életmódot él, beletartozik az aliglátó és beletartozik a gyengénlátó, és mind a három célcsoportnak különböző szükséglete van és különböző igénye van. Tehát egy gyengénlátó diák az órákon digitális nagyítót használ, illetve olvasó tévével tanul, vagy nagyítóegér segítségével, addig egy aliglátó vagy egy vak diák, ő, hogyha ismeri a pontírást, akkor pontírógéppel, brájegyzetelővel, brájegyzetekből tanul, vagy pedig ő a beszélő számítógépet tudja segítségül hívni. Olyan előfordul, hogy esetleg nem mernek megszólítani egy vakot? Természetesen, hiszen nem tudják, hogy hogyan kell segíteni, de ez egy kétirányú dolog, pont ezért jók ezek a szemléletformáló órák, vagy ezek a szemléletformáló foglalkozások, vagy rendezvények, mert nekünk látássérülteknek a feladatunk, hogy elmondjuk, hogy hogyan, miben kell nekünk segíteni, hogyan kell velünk kommunikálni, hogyan kell minket megszólítani. Bizvást egyre inkább haladunk a befogadó társadalom felé, de önök ezt tapasztalják? Igen, igen, tapasztaljuk, és mi is teszünk érte, illetve a társadalom is nyit felénk. Gondolunk például az akadálymentes étlapokra, Nyíregyházán már 7 helyen, 7 étteremben és kávézóban található akadálymentes menülap, akadálymentes étlap, kávélap, ki erről hogy hívja. Erről néhány dolgot.
Ez azért született tavaly évben ez a kezdeményezés, mert mi látássérültek is szeretünk eljárni otthonról, ott nem otthon ebédelni, hanem barátokkal ebédelni, vagy meginni egy kávét, és mindig az volt a legnagyobb problémánk, hogy nem tudjuk, hogy mit árulnak egy adott helyen. Tudjuk, hogy van kávé, meg van tea, meg leves, meg második, csak nem tudjuk, hogy éppen az most sárgarépa leves, vagy kukorica leves. Tehát ezért nekünk is megvan a választási jogunk, az önálló döntéshozatalunk, az önálló önrendelkezésünk. Tavaly indítottuk ezt a projektet, amire 7 nyíregyházi étterem és kávézó befogadó, illetve egy országos kávézólánc is már minden magyarországi üzletében bevezette az akadálymentes kávélapokat. Ez egyébként országos szinten is egyedülálló kezdeményezés? Így van. Hogyha jól tudom, nem véletlenül tudták ezt végrehajtani, hiszen azért egy különleges eszközzel gyarapodtak. Így van. Tavaly évben a Michelin támogatásával egy Braille nyomtatót kaptunk adományba, ami megkönnyíti az egyesület munkáját, hiszen Magyarországon 80 ezer látássérült él. Ha ezt a magas számot elmondom, és azt a pici számot, hogy kb. 10%-uk ismeri a Braille-írást, és én is közé tartozom, akkor az már nem annyira nagyon magas, de mégis megéri még a Braille-jal foglalkozni, hiszen a közéletben, ha csak a gyógyszeres dobozokra gondolunk, akkor már megjelenik a Braille az akadálymentes étlapokon, illetve jegyzeteket készítetnek velünk látássérültek Braille-írásban, vannak kiadványaink, és vannak olyan egyedi igények, mint például egy háztartási gép használati utasításának Braille-írásban történő előállítása, vagy pedig a mai napon érkezett egy olyan megrendelés, hogy egy nyíregyházi vakhölgy autóbuszmenetrendet szeretne Braille-írásban készítetni. Végül is jogos elvárás. Mik az egyébként az eddigi tapasztalatok az étlappal kapcsolatban? Nagyon örülnek a kezdeményezésnek nyíregyházán is és országszerte. Sokkal többen eljárnak most már otthonról, azt mondják, hogy kinyitottuk számukra a világot, mert hogy tudják, hogy egy adott helyen mi az, ami kapható, miből tudnak választani önállóan. Az akadálymentes étlap az egy két funkciós tulajdonképpen könyvecske, mert gondoltunk azokra, akik a Braille-írást ismerik, illetve gondolunk azokra, akik gyengéllátók, aliglátók, vagy idősebb embertársaink, hiszen nagybetűs változata is van egy akadálymentes menülapnak. Ha jól tudom, akkor a napokban újabb eszközökkel is gyarapodtak, ugye? Így van, saját forrásból, illetve a Nyíregyházi Egyetem humánfejlesztés szakának végzős hallgatói, az én csoporttársaim jótékonysági koncertet szerveztek az egyetemen, és az itt befolyt segítővásárból befolyt összeget az egyesületünk részére ajánlották fel, amit szeretnék itt nekik megköszönni. Közel 500 000 forint értékben eszközöket szereztünk be a saját és az egyetemi hallgatók támogatásából. Ezeket is majd az iskolai érzékenyítőn tudjuk bemutatni. Digitális nagyító, könyvolvasó, Braille-jegyzetelő, aztán vannak az önálló életvitelt megkönnyítő eszközök, az asztali óra, a karóra, úgyhogy nagyon-nagyon sok eszközt sikerült most beszereznünk. És ráadásul áprilisban pedig felolvasó napot fognak szervezni, hát ha jól tudom, akkor ez bár egy ilyen 10 éves hagyomány. Így van, április 7-én készítjük a tavaszi tematikus kiadványunkat, Nálatok laknak-e állatok címmel, aminek az a lényege, hogy reggel 8 órától 16 óráig az Egyesület hangstúdiójába önkéntes alapon be lehet fáradni. Az a lényeg, hogy mindenki hozzon magával állatos történetet, állatos olvasmányt, verset, kinek mi a szimpatikus, és akkor ezt körülbelül 10 perc időtartamban az Egyesület stúdiójában olvassák föl, amiből hangos könyvet készítünk, hogy ez is gazdagítsa a látássérültek hangos könyvállományát. Hát ha jól tudom, akkor ez pedig különösképpen fontos a vakoknak és a gyengéllátóknak, ugye egy hangos könyv, mert hogyha megjelenik egy könyv, egy bestseller például, akkor azt azért rögtön felvetődik a kérdés, hogy van-e hangos könyv formában is, hogy ők is el tudják-e hát idézőjelesen olvasni. Igen, mi látássérültek, azt szoktam mondani, hogy háromféleképpen tudunk olvasni. Tudunk olvasni digitális nagyítóval, tudunk olvasni Braille-írással, és tudunk olvasni hangos könyvet,
vagy pedig digitális könyvet. A kettő között az a különbség, hogy a hangos könyvet emberi hang által hallgatjuk, a digitális könyvet pedig képernyőolvasó applikáción keresztül, számítógépen, okostelefonon tudjuk meghallgatni. Gondolom sokkal élvezetesebb a hangos könyvforma. Tehát természetesen, csak a digitális technika soha nem fogja utolérni se a Braille, se a hangos könyvet. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen a lehetőséget.